estét kívánok, kedves nézőink! Elfogadta a közgyűlés a 2008-as zárszámadást, bevezeti az önkormányzat a babaköszöntő csomagot, és újabb befektető érkezik a volt Rudolf laktanya területére. A legutóbbi közgyűlés döntéseiről ma is Szemereiné Pataki Klaudia polgármester számol be önöknek. Jó estét kívánok, köszöntöm! Jó estét kívánok, köszöntöm önöket! Ugye elfogadta a közgyűlés a 2018-as zárszámadást, aminek a mérleg főszege 185,7 milliárd forint. Egy kicsit értelmezzük ezt a számot a nézők számára. Mit takar ez a főszeg? Igen, hát ugye ez egy összetett, de ugyanakkor azt mutatja, hogy összességében egy ilyen vagyonhalmazzal, különböző immateriális ingatlan javakkal, értékesíthető javakkal rendelkezik, gazdálkodik ez a város. Elsősorban azért mindig azt szoktuk megnézni, hogy mekkora egy, ha egy szimplán gazdasági társaságról is beszélünk, és értékeljük annak az éves eredményeit, hogy gyarapodott-e a vagyona, vagy felérte a vagyonát. Most mi elmondhatjuk kecskemétiek büszkén, hogy nemhogy felértük a vagyonunkat, hanem jelentősen gyarapítottuk is. A tavalyi évhez képest 10 milliárd forinttal növekedett a város vagyona. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám. Nagyon sok esetben ugye azzal támadnak meg nagyon sok önkormányzatot és nagyon sok közszolgáltatót, hogy gyakorlatilag csak feléli és elkoptatja a rábízott vagyont. Hát mi kecskemétiek nem így gazdálkodunk, ez nagyon szépen látható ezekből a számokból. Ugye az értékcsökkenési számokat is, hogyha megnézzük, akkor egy főszabály alapján legalább annyit kell fordítanunk az értékcsökkentéssel szemben felújításokra, új gépek, eszközök beszerzésére, mint amekkora az értékcsökkenés összege. Hát ezt mi többszörösen meghaladjuk. A felújítások összege is jelentősen meghaladja jelen pillanatban a leírt összegeket a mérleg tekintetében. 2,8 milliárd forinttal több jelentkezett a felújítások területén is, új beruházások területén. Tehát ebből is látszik, hogy évről évre, és érdemes majd megnézni, egy kicsit visszamenni és 2014-re, vagy akár korábbra is az adatokra, hogy nagyon szépen évről évre emelkedik a város vagyona. Tehát az, amit ránk bíznak a választó polgárok, egy-egy választás, egy-egy szavazás alkalmával, hogy a közvagyonnal felelősen és jól gazdálkodjunk. Én azt gondolom, hogy ez teljes egészében elmondható erről a közgyűlésről is, erről a testületről is, hogy nagyon felelősen, komolyan és minden területre vonatkozóan nagyon szépen gyarapítja folyamatosan a város életét, vagyonát, kulturális javait, kulturális lehetőségeit, ez kitűnnek ezekből a számokból is. Az adóbevétel is több lett a tervezetnél, 12,6 milliárd. Miből adódik ez az összeg és a többlet? Igen, tehát azért az is látható a városban, hogy ugye évről évre azért mindig vannak betelepülések, tehát beszélhetünk arról is, hogy továbbiakban is vannak újabb gazdasági társaságok, akik székhelyül, telephelyül választották, vagy a meglévő gazdasági társaságaink fejlesztettek, bővítettek a kapacitásaikon, és elsősorban ez teszi ki a jelentősebb részét az adóbevétel növekedésünknek. Az itt élő gazdasági társaságok egy nagyon jó prosperáló évet zárhatnak magukénak. Mi ezt látjuk az adóbevételek területén is. Ugye az országos GDP átlagot meghaladó mértékben növekedett a helyi gazdaságnak az értéke és a növekedése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben is példát tudunk mutatni más térségeknek, tehát nem állt le a fejlődés, hanem mindig évről évre egy picit szépen gyarapodik. Én azt kívánom magunknak itt, mert azért ezt nem lehet a végtelenségig, tehát egy közgazdasági hullámot, hogyha megnézünk, akkor vannak csúcsok és mélypontok, úgyhogy én csak arra számítok, hogy legalább stagnálni tudjon majd ez a típusú adóbevétel az elkövetkezendő években, mert hát azért jósolják a gazdasági válságot, és most már lehet is érzékelni bizonyos területeken, hogy azért esik vissza a forgalom. Nem olyan nagy mértékben, de már csekély mértékben láthatóak, és erre a reakciók is láthatóak már a gazdaság különböző területein, úgyhogy azért erre egy kicsit oda kell figyelni, föl kell készülni rá, és azért jó egy kicsit óvatosan gazdálkodni, kicsit mértéktartóan gazdálkodni az erőforrásainkkal, hogy egy válságot is jól át tudjunk vészelni.
A költségvetésből ugye mintegy 600 millió forinttal többet fordított a város üzemeltetési feladatokra is, mint a 2017-es évben. Ezek az összegek mire mentek? Igen, hát ezek az összegek azok, amelyek most már én azt gondolom, hogy egyre több város részben látható, hogy nem csak a város központ élhető, és a parkjait, közterületeit próbáljuk rendbe tenni, hanem a városunk különböző részein is megtalálható a kisebb, nagyobb fejlesztések. Már közel 3 milliárd értékben fordítunk városüzemeltetési feladatra, ugye ez a köztisztasági feladatok, a zöld felületnek a karbantartása, ugye azért én azt gondolom, hogy ebben az évben azért nagyon jó és nagyon látványosan látható, ahogy átszerveztük a városüzemeltetési Kft.-nek a feladatait, ugye a tavalyi évben szétvált a tavaly előtti évben a városgazdasági és városüzemeltetési feladatkör, és a városüzemeltetésinél maradtak a kifejezetten, tehát ami nem a hulladékgazdálkodással összefüggő, hanem tényleg a köztisztasággal, zöld felülettel, útfelületekkel, járdákkal összefüggő javítás, karbantartás, üzemeltetési feladatok, és szerintem ezek szépen láthatóak. Egy nagyon szép terv szerinti megosztásban dolgozik a városüzemeltetési Kft. Minden hónapban megnézhetjük, hogy hol kátyúznak, hol javítanak éppen kerékpárutat, amit most éppen, ha megnézzük a Csabai Géza körút mellett, ugye a kórház és az élményfürdő mellett javítják éppen a kerékpárutat, amire nagyon ráfér. Tehát most már vannak arra lehetőségeink, hogy ezekre is tudjunk költeni, és egy tervszerű üzemeléssel tud ez a Kft. Dolgozni, és én azt gondolom, hogy ezek most már láthatóak. Új járdák épültek azért az elmúlt évben, hiszen vannak olyan térségek, amelyekben nincs is járda, tehát például a Halasi Húti Hobbik mellett most a teljes kerékpár és a járda szakasz elkészült, vagy például a Piarista gimnázium templom környékén, ugye a piac megközelíthetősége, mert az egy nagyon nagy forgalmú utcaszakasz, ott is elkészítettük teljes egészében a járdának a burkolatát, tehát ezekre most már több figyelem és forrás is tud jutni, és így megpróbálunk minden egyes város részen végigmenni. Persze ez mindig csepp a tengerben, tehát nincs az a felület, vagy az a pénz, ami erre elegendő lenne, mert hogyha valamit megcsinálunk, azt utána még javítani is kell, karbantartani is kell, úgyhogy ennek soha nincs vége, de én azt gondolom, hogy a tervszerű ütemezett munkavégzést azzal most már találkozhatunk a város különböző pontjain, és azért ezt jó látni, hogy ilyen szempontból is jól üzemel ez a területe a városnak. Kiemelték a közgyűlésen is, hogy sportszervezetek támogatására is több jutott, 150 millió forinttal, ha jól emlékszem. Ezeket az összegeket mire fordították? Igen, hát ugye mi elsősorban egy olyan szemléletet követünk, hogy megpróbálunk olyan széles spektrumon sportolási lehetőségeket biztosítani, elsősorban a fiataloknak, hogy a szabadidejüket le tudjuk kötni. Tehát, hogyha megnézzük ennek az összegnek a legjelentősebb része a diákokra, a középiskolásokra fordítódik, az ő szabadidősportjaikra, vagy akár élsportjaikra, az akadémiák működtetésére, a Kecskeméti Sportiskola működtetésére, egy jelentősebb tételt tesz ki azért az élményközpont, a sportlétesítményeinknek az üzemeltetése, a stadion környéke, a szabadidőparknak a környéke, a szabadidőpark is egyre kedveltebb, nagyon népszerűvé kezd válni, úgyhogy minden évben próbálunk rajta egy kicsit fejleszteni. Tehát ezek azok a területek, amelyekre ez a forrás fordítódik, és én azt gondolom, hogy nagyon sokak megelégedésére, mert az a több ezer fiatal, amelyik délutánonként ide-oda egy-egy órára a sportolással töltheti a szabad idejét, egyrészt az egészséges életmódjának, másrészt a család megnyugvására szolgál ez, hogy jó helyen van, és jól fejlődik a kis szervezete a gyermekének. Többe került viszont 2018-ban is a helyi tömegközlekedés biztosítása. Ezzel összefüggésben hozta meg nyilván a közgyűlés a döntést az új közlekedési vállalat megalapításáról. Erről beszéljünk egy kicsit, hol tart most ez a folyamat. Így van, hát ugye ez már nagyon régóta porondon van, hogy a városnak saját kezébe kellene venni a busz üzemeltetését,
És hogyha visszaemlékszünk, egy jó pár évvel ezelőtt már azt is mondtam, hogy van egy bizonyos lélektani határ, egy 1 milliárdos nagyságrendű lélektani határ, amit hogyha elérünk, amit odaadunk támogatásnak a volán társaságoknak, akkor ott már érdemes megnézni és megfontolni azt, hogy esetleg saját társasággal végezzük ezeket a feladatokat, és hát közelítjük ezt az értékhatárt. Tehát a mi számításaink szerint mintegy 900 millió forintot költöttünk a tavalyi évben az elszámolt költségek alapján, amit elismer a város. A volán szempontjából ő 1,3 milliárdra gondol. Mi azért sok költségnemet vitatunk ebben, tehát itt vagyunk az 1 milliárdos lélek határon, amire azt mondom, hogy érdemes megfontolni, hogy tényleg saját kezünkbe vegyük ennek a feladatnak a teljes egészében a megszervezését, koordinálását, vezetését, és ne adjuk ki teljes formában, és ne legyünk kiszolgáltatva teljesen a volán társaságokra. Úgyhogy most egy olyan úton indultunk el a Kecskeméti Közlekedési Kft. Létrehozásával, ami azért a főbb tevékenységeket és a teljes kontrollt, a teljes ellenőrzést azt a kezében tudja tartani, és ennek megfelelően a szükséges forrást erre az évre vonatkozóan a szervezeti felépítettségét, a jogi kereteit, tehát gazdasági társaság létrehozása, formája, ezeket biztosítottuk a társaság számára. A kemény pénzügyi gazdasági témák mellett volt kellemesebb téma is, hiszen egy babaköszöntő csomag indításáról döntött a közgyűlés. Ennek mi az apropója, indoka, és hogyan fog ez kinézni? Igen, hát sokféle statisztikai adatot látunk mi itt a város lakosságával, a születendő gyerekszámokkal kapcsolatosan, de egy biztos, amit most már akárhány statisztikát átnéztem, a születésszám az nem csökken Kecskeméten, hanem folyamatosan, kismértékben is, de folyamatosan növekedik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy korábban egy civil szervezet vette kezdeményezésként maga feladatául ezt a feladatot, hogy a születendő gyermekeket a hírös hét alkalmával ugye köszöntötte az újszülötteket, az édesanyákat és a gyermekeket a kórházban. Én azt gondolom, hogy megértünk most már arra a szintre, ez a város is, és megteheti azt ilyen adóbevételek mellett, hogy ne csak az éppen aktuális aznapon született gyermekekre gondoskodjon és az édesanyákról, hanem útra valóul adjon egy kis lokálpatriotizmust, egy kis kecskeméti szívet adjon át a piciknek és a családoknak, és álljunk oda melléjük. És arra tettünk javaslatot, hogy egy baba csomagot állítson össze a város, és minden egyes kecskeméti lakhelyjel rendelkező kecskeméten született babának és édesanyjának adjuk át ezt a csomagot, amikor megérkezik az új jövevény a városunkba, és köszöntjük, mint Kecskemét polgáraként az új születendő babát. Ugye itt azért kell ezt ilyen élesen fogalmaznom, mert megyei kórházról beszélünk, és mindenki, aki itt születik ebben a kórházban, az nem kecskeméti lakos, hanem azért egy nagyobb hatóköre van ennek a kórháznak, de jelentősebb része, tehát a nagyobb arány természetesen a kecskeméti születendő gyermekek, és ő rájuk gondoltunk elsősorban. A gyerekek után, a fiatalok kapcsán essék szó arról is, hogy a volt Rudolf laktanya területén ugye létrejöhet egy új szórakozó hely is, hiszen a beteglovak istállójára kiírt pályázat az beruházóra talált, ha jól tudom. Milyen döntés született ezzel kapcsolatban? Hát végre, mert ugye ez egy nagyon küzdelmes helyzet. Ugye egyértelműen látszik, hogy szükség van arra, hogy megfelelő helyet biztosítsunk a fiataloknak, és ne utazzanak el más városba azért, hogy tudjanak szórakozni, kikapcsolódni, de ugyanakkor ez nem önkormányzati feladat, ez egy üzleti vállalkozás. Tehát megpróbálunk megfelelő feltételeket, körülményeket hozzá megteremteni, de maga az üzleti vállalkozásban nem ilyen feladatot nem vállalhat magára az önkormányzat. Úgyhogy folyamatosan ezért kijelöltünk egy területet, kijelöltünk egy épületet, amelyet én azt gondolom, hogy kellő fantáziával a fiataloknak, a beteglovak istállóját a fiataloknak abszolút birtokba lehetne venni, és szerencsére akik pályáztak, és akik érvényes és sikeres pályázatot adtak be, ők is jó példával szolgálnak, mert maguk is fiatalok, és éppen átveszik a szüleik vállalkozásait, vagy belépnek abba a vállalkozásba, és egy új vállalkozási terület felé nyitnak,
egy ilyen szórakozó hely létrehozásával. Úgyhogy én bízom benne, mint ahogy már megépült ott a cukrászda étterem is a frontoldalon, egy hasonló színvonalú és egy hasonlóan kellemes és szép helyjel fogunk gazdagodni az elkövetkezendő évben. Ha már a Rudolf laktanyánál tartunk, ha jól emlékszem, arról is szó esett a közgyűlésen, hogy a Kada iskolának a költözése az hogy áll, milyen folyamat van ezzel kapcsolatban? Hát egy biztos, hogy a 19-20-as tanéves tervet azt nem tudjuk tartani, és ahogy én nézem a építőipari kivitelezéseinket és az egyéb tendereket, ez szerintem még a következő tanév is egy nagyon feszített tempó lenne, hogy azt be tudjuk lőni célként, de az biztos, hogy elindult a folyamat, tehát az biztos, hogy a Rudolf laktanyának a területének a teljes kármentesítése elindult, a közművesítése szintén lezárult, annak a kivitelezőjét már látjuk, és ki fogja ezt végezni, mikor tudja, milyen ütemezéssel elindítani, és utána tudunk följönni az épületekre, és az épületeknél, például a Kada iskola tekintetében ott már szintén a tervezési tendernek a végén járunk. A mellette lévő gyermekvédelmi ellátóintézet esetében pedig a kivitelezési tender vége felé állunk, úgyhogy ott szépen alakulnak a szálak a Rudolf laktanya minden egyes szegletében, és azért, hogy harmonikusan össze tudjuk rendezni ezt a 10 hektáros komoly műemlékvédelemmel ellátott területet, nagyon nagy koordinációra van szükség, és én úgy látom, hogy azért tudjuk úgy irányítani, a projekteket úgy összehangolni, hogy szépen egymásra tudjanak épülni, és ne okozzon ez nagy feszültséget. A Termoszter Kft. Új beruházásához kapcsolódóan is hozott döntést a közgyűlés, egy TRT módosítást kellett ugye végrehajtani annak érdekében, hogy ez a megújuló alapú fűtőmű megépülhessen. Mit kell tudni erről a beruházásról? Igen, hát ez Kecskemét esetében különösen is fontos, úgyhogy lehet, hogy sokaknak úgy nem mond sokat, hogy Termosztár Kft. Új beruházása, de a fontossága és jelentősége abban rejlik, hogy az már igen, hogy Kecskemét igen erőteljesen pollen szennyezett, és ugye a tél folyamán smogriadóval is találkozott a város, és hogyha egyre inkább és intenzívebb fejlődés irányába megyünk, akkor ezek a problémák most már beköszöntenek a mi városunk életébe. Is, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy azokon a területeken, ahol a város tehet, ott lépjen, és például a fűtés területén, a távhőszolgáltatás területén tudunk egy komolyabb lépést tenni. Ugye korábban megtettük azt a lépést egy pályázat formájában, hogy a két fűtőművet összekötöttük, a Szultán utcát és az Akadémia körúti fűtőművet, és ennek köszönhetően a városközpontban nagyon sok közintézmény csatlakozott még a távhőszolgáltatás ellátó rendszeréhez, ami azt jelenti, hogy ugye a kibocsátásban mi már nem terheljük tovább ezzel a fűtési rendszerrel a város levegőjét, pollen és smog koncentrációját. Vagy hát jóval csekélyebb mértékben terheljük tovább. És így gyakorlatilag nyílt egy további lehetőség, hogy egy sokkal nagyobb kapacitásban tudjon gondolkodni a termosztár, egy újabb koncepciót állított össze, amiben első körben az ITM minisztérium részéről már megkaptuk a támogató nyilatkozatot, ezt pedig még kintebb helyezni a Szultán utcától kintebb, a déli iparterület szélére helyezni el a nagyobb fűtőmű fejlesztésének a lehetőségét, ez a szennyvíztelep mellé helyezni el, és gyakorlatilag itt tudna egy sokkal nagyobb fűtőmű megvalósulni, megújuló energiák felhasználásával, és gyakorlatilag egy újabb területen tudunk nyitni azon keresztül, hogy bejön a Szultán utcára a meglévő nyomvonalakon, újabb területeket, lakórészeket, városrészeket tudunk belekötni ebbe a rendszerbe, hogy távfővel tudjuk, melegvízzel tudjuk ellátni őket, és ezáltal tovább tudjuk csökkenteni a város levegőjének a terheltségét. Úgyhogy erről szól ez a projekt elsősorban, azért kellenek egy 3 éves folyamat, amire kiteljesedik és befejeződik, de én azt gondolom, hogy azokban a léptékekben, amiben ez a város gondolkodik, egy teljesen normális és egy jó lehetőség, amit nem szabad nem kihasználni. Polgármester asszony, köszönöm szépen, hogy beszámoltak KTV nézőinek a legutóbbi közgyűlés döntéseiről.
Kedves nézőink, ennyi fért a Közélet mai adásában. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét mindannyiuknak. Viszontlátásra!